Stekli Zsuzsa otthonában jártunk. S ha valaki nem tudná, hogy egész életét kitölti a tűzománc készítés, a falakra tekintve biztosan hamar rájöhetne, hova is érkezett. A vírus járvány sok ember számára hozott nehéz időket, ami mosolyogva azt mondja, inspirálóan hatott rá a bezártság. Jól éreztem magam, ugyanis nem jött senki, nem kellett mennem sehova, nem szabdolták ketté a napomat, egészen dolgozhattam, reggeltől dolgoztam. Amikor embernek van nyugalma, és nem kell mindenféle dolgokra koncentrálni máshova, hanem az, hogy most azt csinálom, amit végre szeretnék, ami végre van időm arra, hogy a belső hangra figyelhessek igazán, akkor lehet jól dolgozni. Nekem ez így jó volt. Hát láttok itt majd néhány képet, amik most a karantén alatt készültek. Egyébként, ami hiányom volt, az unokák időnként hiányoztak, és amikor nagyon hiányoztak, akkor az unokákat vettem elő gondolatban, és csináltam a Gergő unokámból Jézuskát, a kis Bernál unokámból szintén Jézuskát. Aztán, amikor a férjem uram fogta a Gergőt, ő belőle lett Jézus Mária, tehát a mozdulatot használtam föl, és azt abból lett egy. Igen, itt látszik is, Gergő és János, Jézus Mária és Jézuska. Tehát hogyha nagyon kellett a családom, akkor csináltam belőlük egy szent családot, tehát foglalkoztam velük is. Ki lehet fejezni a szeretteink hiányát ilyen módon is, mondja Stekli Zsuzsa. Én így voltam nagymama azokban a napokban. Most a karanténes sok-sok munka is a Tihanyi tábor után, én már készülök a következő nagy akciómra, ami júliusban lesz, a következő 14. ZAB táborom. Ez azt jelenti, hogy meghívok évente 4-5 kollégát, most idén 4-et, akik a műhelyemben egy hétig itt laknak nálunk, fönn a vendégszobában, műhelyben dolgozunk együtt, kapnak szállás, kaját, műhelyt, anyagot, minden teljesen gratis. Csupán azért, hogy együtt gondolkodjunk, együtt dolgozunk, a szakma fejlődéséért. Ez nekem fontos. Tanulunk egymástól. Mindenkinek van valami kis mozaikja, amit ha összerakunk, abból jó dolgok sülhet neki. Sok olyan dolog van, amit nem tanítanak igazán sehol, csak a tapasztalat, évek tapasztalata alapján lehet összerakni, és akkor itt valami mindig összejön. Mindenkinek hasznos lesz a végén. Már évtizedek óta dolgozom a szakmában, nem mondhatom, hogy mindent tudok. Egy-egy ilyen közös tábor kapcsán olyan szellemi és szakmai inspirációk érkeznek, melyek újabb lehetőségeket mutatnak meg. Ezért szervezem ezeket az összejöveteleket. Mint ahogy az akvarell készítése is egy másik útkeresésének eszköze, meséli Zsuzsa. Balatonon voltunk Tihanyban, a Tihany Gyöngye villában van egy alkotótábor tavasszal és ősszel, szezon elején meg szezon végén. Ez egy meghívásos magántábor. Nemesanszki András a tulajdonos, egy fantasztikus ember. Meghív 8-9-10 alkotót, amíg éppen kényelmesen elférünk a házban, és mindenki azt csinál, amit akar. Stegetünk, rajzolgatunk, akármit csinálhatunk, ő állja teljes ellátásunkat. És a végén, aki olyan, az hagyott egy-két képet, ha olyan kedve van, hanem akkor az sem gond. Ez nekem azért különleges, mert hogy az ománcia nagyon klassz dolog, és mindig a szívem csücske, de néha jó kirándulni a merevek az ománcból a lírai akvarelbe. És én olyankor a Balaton akvarellezek. És a Balaton színei olyan lenyűgözőek, hogy fantasztikus. A Balaton vízének a színének a változása az egyszerűen fantasztikus. A Tihanyi táj ott az apátsággal a háttérben gyönyörűséges. És hát a csapat, a társaság is egészen más. Én szeretek egyedül dolgozni, de néha kell a társaság. Ezért szeretem ezt a művésztelepet is, és ezért szeretem a Tolnai Bárkát is, mert időnként jól összejönni a kollégákkal. Ez a pihenésem, szó szerint a pihenésem. Mert egy alkotó ember, ha két hétig elmegy nyaralni, és csak két hétig nem csinál semmit, az nem, olyan nincs, az nem lehet. Az ennek a lelkét feszíti, hogy valamit csinálni kell. Hát akkor olyan tudok csinálni, amire ott lehetőség van, ott kemence nincs. Tehát van rajz, van ceruza, van ecset, van akvarell, ott azt csinálom. Vigyelték magamra akrilit vagy olajfestéket is, de az nekem, az tőlem messze van. Az akvarell az egy gyors műfaj, legalább olyan gyors, mint számomra az ománc. Hamar van sikerélmény, hamar kell, ahogy az akvarell megszárad, a papír, annak készen kell lennie. Ha újra vízezel, akkor már bedöglik, az meleg igazi. Tehát egy gyors műfaj, illik az én tempómhoz, egy életükmusomhoz. Ezért is szeretem. És csak egyszer lehet elrontani. Lehet utána dögögyözni még, de az már sose lesz jó. Egyik másik akvarellből lesz ománc, igen. Amikor olyan a téma, akkor úgy állok neki már az akvarellnek is, hogy ebből az ománc lesz. Tehát, részletesebben festegettem meg, hogy több legyen az emléképen belőle. Ne csak a pillanatnyi látvány, hanem legyen konkrét emléke, amiből majd dománcot tudok csinálni. Most jól vagyok, mondja mosolyjal az arcán, és nagyon készülök a júliusi közös munkára.
Reményeink szerint mi is beleshetünk majd az alkotási folyamatba, és megmutathatjuk önöknek, hogyan dolgozik négy tűzzománc készítő, ha közösen kell alkotni.